nagyvidáman motorozgatunk, de néha történnek drámai pillanatok az életünkbe. Például, hogyha valaki kihajt elénk oldalról, vagy bármilyen oknál fogva ki kell térjünk a előre választott útirányunkból, akkor egy kitérés manővert kell végrehajtsunk. Kezdjük az alapszituációval. Haladunk az úton, hirtelen irányt kell váltsunk, a következő módon tudjuk ezt megtenni. Be kell húzzuk a kuplungot. Ha oldjuk a kapcsolatot a motor és a hajtott kerék között, leegyszerűsítve kevesebb erő hat a kerékre, tehát gyakorlatilag az a tapadás, amink van, az kevesebb felé fog megosztani. Jellemzően, amikor ilyen szituációban vagyunk, akkor már olyan sebességtartományban mozgunk 40 km/h fölött, ahol már az ellenkormányzás, mint problematika előkerül. Amelyik irányba ki szeretnénk térni, azt a kormány végét kell elfele tolni magunktól, ezzel ellenkező irányba fordítjuk a kormányt, és akkor fogunk például jobbra kikerülni, hogyha kicsit a jobb kormány véget eltoljuk, akkor a kerék gyakorlatilag balra fordul, és mi jobbra kitérünk, és ebből a jobbra kitérésből pedig úgy tudjuk a helyes irányba kormányozni megint a motort, hogy magunk fele húzzuk, vagy a bal kormánycsutkát toljuk, és akkor fog a motor visszafordulni a kívánt irányba. Ez mindenféleképpen kormánymozdulat. Itt nagyon időnk nincsen, semmi más, hogy itt dőljünk jobbra-balra. Ez két egészen határozott, egészen tudatos kormánymozdulat kell legyen. Ha balra térünk ki egy ilyen megoldást, ha jobbra, akkor egy másik irányba ugyanezt a mozdulatot végre kell hajtsuk. Nincs meg végtelen lehetőségeink. Ezt nem lehet ezt a feladatot 200 km/h sebességgel sikeresen végrehajtani. Nagyjából különben az idézőjelben legális tartományon belül van arra lehetőségünk, tehát 80-100 km/h sebességig. Vannak olyan motorok, ami talán 120 km/h sebességnél is egészen könnyen kitéríthető az egyenes futásából, de a fölött már gyakorlatilag verve vagyunk, tehát egy hirtelen kitérő manővert 100-120 km/h sebesség fölött már szinte lehetetlen végrehajtani. A kikerülés manővernek vannak még minősített esetei, tehát valamikor nem vészkikerülést hajtasz végre, hanem egyszerűen kikerülsz, többféleképpen is meg lehet valósítani. Elképzelhető, hogy a kikerülés manővert egy intenzívebb fékezéssel kezded, elengeded a féket, kuplungot behúzod, utána kerülsz ki. Van olyan is, hogy megcsinálod a kikerülési manővert az elmondott módok alapján, és utána meg kell álljál, mert elfogyott a hely, igazából kikerülted azt, amit ki kellett, csak utána nincs hova tovább menni, tehát utána egy intenzív fékezésre van szükség, azzal fejeződik be a manőver, de olyan is van, hogy látod, hogy probléma van, felmérted, hogy van ott mögötte hely, oda el kell lassítani, és magát a kikerülést nem annyira drámaian, de egy végig fékezett első-hátsó kerék kombinációval hajtod végig. Tehát az a lényeg, hogyha fékezel, még akkor is tudod irányítani a motort, nem kell ettől különösebben fékezni. Természetesen itt nem vészfékezésről van szó, itt egy folyamatos lassításról van szó, amikor még irányítható marad a motor. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, gyertek legközelebb is!